Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudunk csoportokat létrehozni a mozawebes rendszerben. A csoportok létrehozása azért fontos, mert házi feladatot nem egy, hanem általában több diákból álló csoportnak, vagy akár egy teljes osztálynak szokás feladni, és az így létrehozott csoportokat később ugyanúgy felhasználhatjuk házi feladat feladásakor. A csoportok létrehozásához tanári jogosultságra van szükség, és ezt akár a mozaweb.hu oldalon, akár itt a Mozabook szoftverben is megtehetjük. Kattintsunk a házi feladat gombra és a csoportok kezelése menüpontra. Ugyanez a felület fog megjelenni a mozaweb.hu oldalon is, ezért ha ott próbálunk csoportot létrehozni, ott is ismerős lesz. Tehát csoportot szeretnénk létrehozni, megkülönböztetünk iskolai csoportot és általános csoportot is. A kettő között az a különbség, hogy az általános csoportnak bárki tagja lehet, akinek mozaweb fiókja van. Az iskolai csoportba pedig csak olyan felhasználókat rendelhetünk, amelyek felhasználói fiókjában az adott iskola megvan adva. Egy-egy csoport lehet egy osztálynak a tanulóiból, az osztály tanulóinak egy részéből, illetve az iskolából vegyesen összeválogatott diákokból. A csoportnak szokás adni egy nevet. Adhatunk a csoportnak leírást is, és beállíthatjuk, hogy ez egy saját csoport legyen, amelyhez csak én, mint a csoportot létrehozó felhasználó fér hozzá, vagy pedig egy iskolai közös csoport, ami azt jelenti, hogy az intézmény összes tanára elérheti. Tehát, ha én létrehozok egy csoportot, akkor azt a többi tanárkollega is elérheti, fel tudja használni. Meg lehet adni egy további csoportkezelőt a csoporthoz, aki ugyanolyan jogosultságokkal fog rendelkezni, mint én, aki a csoportot létrehoztam. Diákokat a legegyszerűbb a csoportba tenni oly módon, hogy megkérik őket, hogy a mozaweb.hu oldalon csatlakozzanak a csoporthoz, mégpedig az itt megadott csoport azonosító és jelszó segítségével. Például nézzük ezt. Létrehozzuk ezt a csoportunkat. Ki is írja a rendszer, hogy sikerült létrehozni? Én itt most elkezdhetném a diákok hozzáadását, de megmutatom, hogy a diákok hogyan tudnak hozzáférni ehhez a csoporthoz. Ehhez a diáknak be kell jelentkeznie a mozaweb.hu oldalon, és a saját nevére kattintva a csoportok kezelése gombot meg fogja találni. Ha ide kattint, akkor fel fog neki ugrani egy felület, ahol láthatja, hogy ő milyen csoportoknak a tagja. Jelen esetben még nincs ilyen csoport, amelyeknek ez a diák a tagja lenne, de be tudunk lépni vele egy csoportba, és itt kell megadni ugyanazokat az csatlakozási adatokat, amelyeket a csoport létrehozásánál adtunk meg. Csatlakozunk a csoporthoz. Sikerült a csatlakozás, már is a második B csoportban vagyunk. Visszalépek a Mozabookba, és itt láthatom a csoportomat, és most megmutatom, hogy hogyan tudunk tagokat manuálisan hozzá betenni a csoportba. Például Alma Bélát ilyen egyszerűen beilleszthetjük a csoportba. Itt azok a felhasználók jelennek meg, akik az én iskolámban tanulnak, vagy tanítanak, tehát akár a tanárfelhasználók is itt lehetnek, akár a tanároknak is, tanárokat is be tudjuk tenni egy-egy csoportba. Ezzel tulajdonképpen készen is vagyunk. Itt az oldal alján még van egy e-mail cím alapján is hozzáadhatunk diákokat a csoporthoz, hogyha esetleg itt nem jelennének meg. Ez esetben az illető diák kap egy e-mailt, hogy regisztráljon a mozaweb.hu oldalon, és onnantól kezdve ő rögtön a csoportnak a tagja lesz. És végezetül itt van ez a gomb, az újonnan csoportba illesztett tagokat. Tagoknak tudunk küldeni egy e-mailt, hogy ők meglettek hívva ebbe a csoportba,
és ha elfogadják ezt a meghívást, nyilván el fogják fogadni, akkor onnantól kezdve ennek a csoportnak lesznek ők a tagjai. Létrehoztuk a csoportunkat, a következő videóban meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudunk házi feladatot feladni egy már létező csoportnak, vagy esetleg egyes külön felhasználóknak. Köszönöm a figyelmet!